Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Milyen lehetőségei vannak egy kis településnek a klímavédelem területén? Többek között erről beszélt Bozsolik Róbert polgármester azon a konferencián, melyet Pakson rendeztek. Minden beruházásunk és pályázatunk kiemelt szempontja az energetikai hatékonyság és a klímavédelem, mondta Bozsolik Róbert, aki előadóként vett részt a Paksi konferencián. Azt lehet mondani, hogy Mátaszék valamennyi intézményen már napelem szerepel, próbálunk hőszigeteléssel és fűtéskorszerűsítésekkel minél több széndioxid kibocsátást, csökkenést elérni. Ezzel próbálunk előrelépni. Illetve hát a harmadik terület, amiben hát meg kell mondani, hogy kicsit le vagyunk maradva, hogy a lakosságot próbálnánk bevonni, hogy mindenki a saját kis háztartásában próbáljon olyan intézkedéseket hozni, amivel a klímaváltozás csökkenéséhez, vagy ennek a következménynek a csökkenéséhez hozzájárulna. Hát ebben egy kicsit tanástalannak vagyunk. Bízom benne, hogy esetleg a mai nap folyamán olyan hasznos tapasztalatokat, ismereteket szerezhetünk, amit esetleg Bátaszéken is tudunk majd alkalmazni. Bátaszéken közvilágítás, korszerűsítés zajlott az elmúlt 5 évben, a tanúszodák energetikai korszerűsítésé kapcsán egy hőszivattyús földhős megoldásra vált ki a gázenergia fűtés, és ahogy említettem, szinte minden intézményünk már napelem van, és ezekhez elsősorban európai uniós forrásokat tudtunk igénybe venni. A lakossági ösztönző programokra források pályázati úton nagyon nem állnak rendelkezésre, így ha azt elindítjuk, azt mindenképpen saját forrásból kell majd biztosítani. Hát próbálunk egy kicsit tudatosan ebben majd előre tervezni. Ahogy említettem, talán a tapasztalatok és az ismeretek alapján kapunk jó ötleteket, amiket tudunk majd alkalmazni. Bátaszék akkor vált igazán ismerté Magyarországon és Európában, amikor az öreg molyhostölgy az év európai fája díj nyőztese lett. Nagyon nagy eredmény volt, hogy 2016-ban az európai évfája az a bátaszéki molyhostölgy volt. Ennek egy közösségformáló ereje volt, tehát nagyon-nagyon jól sikerült mozgósítani a bátaszékieket, a bátaszékieken kívül az országot, azt lehet mondani, hiszen több mint 70 ezer szavazattal nyerte meg akkor ez a kisfa ezt a nemzetközi megmérettetést. Én úgy gondolom, hogy a településnek adott egy nagyon jelentős ismertséget, hiszen azóta nagyon sokan látogatják a molyhostölgyet. Nagyon bízom benne, hogy egy kicsit a környezetvédelemre is felhívta a figyelmet ez az akció. Hát reméljük, hogy a mátaszékiek ebből okulva egy kicsit talán saját maguk is környezetudatosabbak lesznek. Ünnepi műsorral, virággal és süteménnyel köszöntötték a nőket Tolna megyében. Mátaszéken sem feledkeztek meg a hölgyekről. Így köszönték meg a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési ház dolgozói, a vezetőnek Csötönnyi Lászlónak a nőnap kapcsán tett gesztusait. Mint látható, jó hangulatban telt a készülődés a nőnapi műsorra. És miközben szállingóztak a nézőtérre a vendégek, Csötönnyi László és kis csapata szépen elrendezték a süteményeket az állófogadásra. Az önkormányzati intézmények dolgozói a tulipáni sütemény mellé a Pécsi Nemzeti Színház két művésze, Györfi Anna és Götz Attila vidám zenés műsorát kapták ajándékba. Népszerű operett slágereket például, a Csárdás királynőből, Marica grófnőből, amelyek szerintem mindenki számára ismerősen csengenek majd, illetve romantikus musical slágereket hoztunk, ami nőnapra illik. Kislány, az zongoránál fehérebb, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a liszt rapszódiát. Borzasztó nagy megtiszteltetés ajándéknak lenni. A csomagolásért elnézést kérek, hogy azt a szüleimnél lehet reklamálni. Egy olyan különleges kis műsort állítottunk össze a nőnap alkalmából, amiben minden hölgy, a legkisebbtől a legidősebbig megtalálja azt a kis kedves szórakozást, amivel őket ki lehet rángatni abból a bizonyos monoton kerékvágásból, abból a szekértáborból, mindennapokból, a reggeli kelés, család, munka, család, fekvés. Legyen ez az ünnep, ami róluk szól, olyan kis dalokkal, amiket szeretnek, amiket ismernek, és amivel belém tudnak énekelni. Köszöntés után egy nagyon kedves barátomat szeretném színpadra hívni verbálisan. Őt úgy hívják, hogy Pityák Zoli bácsi, egy 96 esztendős úriember, az én mesebeli példaképen. Róla fog szólni egy kicsit az ő viszonya Jolika nénihez, a kedves feleségéhez, és ezzel átkötve sok-sok dalal. Látom, szinte látom a szemét,
szép, rágondolni mégis gyönyörűség. Nálunk van egy színházi szakszervezet, és a szakszervezet mindig megajándékoz bennünket egy kis csokoládéval vagy virággal minden évben, úgyhogy tartjuk, illetve hogyha van előadásunk aznap vagy próbánk, akkor a férfi kollégák meg szoktak minket ajándékozni egy-egy szál virággal. És te ezt hogy fogadod? Hát szeretettel, és nagyon örülök neki, hogy fontos nekik ez az ünnep. Társulati szinten igen, mert nagyon jó dolog adni. Magánéleti szinten be kell, hogy valljam, hogy én nem nagyon ünneplem, mert az én mennyasszonyomat én az év minden napján nőnek tartom, és hát így külön nem szoktam virággal ajándékozni meg, bár nagyon-nagyon sokat köszönhetünk mi férfiak a nőknek. Tehát ugye az élet, már magát az életet is, úgyhogy igen, mindenképpen ünnepeljük, csodálatos ünnep. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amit 1917 óta világszerte, Magyarországon pedig 1948 óta minden évben március 8-án tartunk. Ez a nap eredetileg a mai virágos kedveskedős megemlékezéssel szemben munkás mozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. Mi szeretjük a hölgyeket, maradjunk ennyiben is, és hát mindenképpen ez a nap alkalom arra, hogy megköszönjük az ő tevékenységüket. Ugye hát ez egy munkás mozgalmi programból vagy munkásmozgalmi eseményből nőtte ki magát, most már azért egy kicsit megszelidült, és valóban arról szól, hogy a férfi társadalom ezen a napon kifejezi háláját és köszönetét a hölgyek irányába. Ma ilyen táncolik, hisz ez a tánc oly szép, ha ők ér táncra fel. Endrei Judit ismert televíziós személyiség volt a Bátaszéki Könyvtár és a Varrokör vendége. A Magyar Televízió egykori műsorvezetője legújabb könyve kapcsán mesélt arról, milyen volt a 80-as évekbeli média világa, és ő hogyan élte ezt meg. Most ezt le kell bontanom, vagy le kell fejtened, igen. Egy patchwork takaróval és hatalmas szeretettel várta a Bátaszéki Könyvtár munkaerőgárdája és a helyi varrókör Endrei Juditot. A Magyar Televízió egykori műsorvezetője, egy korszak ikonikus figurája nem először járt a Keresztély Gyula városi könyvtárban. Korábban a Korhatártalanul című könyvét mutatta be az érdeklődő könyvmolyoknak, most pedig új műve kapcsán hívták meg a klub tagjai. Mivel jó a kapcsolatunk, úgy gondoltuk, hogy akkor belevágunk, és őt ismét meghívjuk. Viszont ez ma egy azért különleges alkalom, mert most ez egy rendhagyó találkozó, ugyanis mi keddenként soha nem szoktunk vendéget fogadni, mégpedig azért, mert kedden itt ugye varrókör van. Uh-huh. És hát Juditnak viszont így adta volna a programja, hogy neki ez a mai nap. És akkor mondtam, hogy nagyon szívesen vendégül látjuk örömmel, de tudnia kell, hogy itt egy csoport közben kézi munkázik, amilyen ön annyira belelkesedett. És miközben készültek a szebbnél szebb költemények, Endrei Judit csak mesélt és mesélt, és lassan kiderült, hogyan került a média világába az idegenvezetőnek készülő, egy kis alföldi faluban cseperedő fiatal lány. És kifestett ott az indulóadáskor az a profi sminkes, hát úgy, mikor kinyitottam a szemem, belenéztem a tükörbe, úgy olyan, hát egy komoly felnőttnek, igen, tetszettem magamnak. Kuglics Judit, mert Endrei Judit ezen a néven látta meg a napvilágot Szolnokon 1953-ban, tehát Kuglics Judit akkor került a média világába, amikor főként a televízióból tájékozódtak az emberek, nem volt még internet, okostelefon, számítógép. A 70-es, 80-as években a televíziós műsorok milliókat ültettek a képernyő elé. Az ott megjelent műsorvezetőket istenként tisztelték a nézők, a szó legpozitívabb értelmében sztárok, példaképek voltak. Közéjük csöppent be a frissen felfedezett Endrei Judit, akinek a hangtónusát, frizuráját, sminkjét minden nő utánozni szerette volna. És az én bemutatkozásom az 76. november 25-én indult el a két stúdió, a pécsi és a szegedi. És hát kimutatott be engem ott, nem más, mint Antal Imre. Négy nő, négy sanzon, a énekel Psota Irén, Tiboldi Mária, Törőcsik Mari és Hámori Ildikó. A sanzonok pedig Ime.
Endrei Judit több olyan történetet idézett fel, ami Antal Imréhez köthető. Ilyen volt a televízióban való debütálása, amikor Antal Imre nem tudta megegyezni új kolléganőjének eredeti nevét. De furcsa neve van magának, mondta. Azt mondja, hát azért majd figyeljen, amikor élő adásban leszünk, hogy akkor figyelje a szememet, hogyha nem jutna, látni fogja, hogy nem jut eszembe a maga fura neve, akkor mutatkozzon be magától. Na most el tudjátok képzelni azt a pillanatot, hát én akkor annyira izgultam, hogy azt éreztem, hogy így a blúzomon így látszik, hogy ver a szívem, és hát mondanom se kell, hogy nem jutott eszébe a nevem, úgyhogy magamat mutattam be. Endrei Judit olyan műsorokat vezetett a Magyar Televíziónál, mint a Híradó, Ablak vagy a Homokóra. Az új könyvében felidézi ezen műsorok készítését, és természetesen kulisszatitkokat is elárul az akkori médiavilágáról. Az új könyvem ugye az én tévés pályámat idézi fel, azt a 22 évet, ahogy szoktam mondani, egy szubjektív, nosztalgiázó, sok érzelemmel teli könyv, de nem egy visszasírom a múltamat hangulatú könyv. Természetesen benne van az, hogy hogy lettem én televíziós, honnan indultam el, hiszen én egy nagyon kicsi faluba gyerekeskedtem az Alföldön. Mondhatnám, a véletlennek köszönhetem, hogy televíziós lett belőlem. És aztán nem csak magamról beszélek, mesélek ebben a könyvben, hanem sok olyan pályatársról, aki már nincs velünk, de valaha együtt dolgoztunk, vagy ha nem is dolgoztunk együtt, de példaképként tekintek rájuk. Színészek, műsorvezetők, riporterek, szerkesztők. Tehát igyekeztem tényleg megfelelni annak a címnek, anno az én tévém. Endrei Judit szemüvegén keresztül tekinthetünk tehát a televízió és a művészek világába új könyvében. Gondolkoztam ezen, hogy esetleg érdekes lenne erről szót ejteni. Tehát én az a fajta ember vagyok, aki nagyon nem érti, hogy mitől száll föl egy repülés, marad az égben, vagy mi történik, hogy most mi itt beszélgetünk, és akkor ez majd egyszer valahol egy dobozban megjelenik, pláne ha most ezt élőben csinálnánk, tehát fel nem fognám, hogy ez hogy működik, úgyhogy ezt úgy elengedtem olyanoknak, és nem is biztos, hogy az olvasókat mondjuk ez a része érdekelni. Nyilván vannak ilyen utalások, hogy anno, amikor én kezdtem, két nagy böhöm kamera áll, tényleg ilyen hatalmas nagy eszközök álltak velem szemben a bemondó stúdióban, olyan lámpák, amitől szakadt rólam a víz egy-egy adásnap végén, ma meg olyan lámpák vannak, hogy észre se veszem, tehát nem adnak ki hőt, ilyen pici kis kamera, ami most velünk szemben van, tehát a laikus számára azt hiszem, hogy ez pont elég. Endrei Judit akkor kezdett el könyveket írni, amikor úgy éreztem, egy korszak lezárult. Azóta 7 könyvet jegyez. Valószínűleg kellett ehhez az, hogy én befejezem a televíziós pályámat 98-ban, és tulajdonképpen még akkor se nekem jutott eszembe, hogy könyvet kéne csinálni, írni, hanem egy kedves baráti ötlet volt. És az első után se gondoltam, hogy lesz folytatás, de aztán valahogy kedvet kaptam hozzá, megtanultam tulajdonképpen egy új szakmát, hogy kell könyvet csinálni, és ma már szívesen foglalkozom ezzel is. Ha úgy dolgozol, ha örömödet leled, az mindenképpen jó egy ember életében. Üzenete az, hogy ha olyan emberekkel vagy együtt egy csapatban, és én mindig fontosnak tartottam ezt a csapatban való munkálkodást, és ma is szerintem jó, ha az emberek bármilyen munkahelyen vannak, akkor a munkahelyi létnek a harmóniáját, vagy jó légkörét érdemes megteremteni. És hát a harmadik, hogy végezd a munkádat becsületesen. Endrei Judit nem csak könyveket ír, korábban alapított egy könyvkiadót, alapított egy stúdiót, és kiveszi a részét a Szentendrei kulturális élet szervezéséből is. Azért a média világától sem szakadt el teljesen, legutóbb D. Tóth Kriszta műsorába láthattuk. Elmondhatjuk, hány éves vagy? Persze, a gyerekektől én minden nap kapok némi oltást. Tényleg? Persze, 65. És hogy mennyi idősnek érzed magad? Szoktál így? Hát ez nagyon közhely lesz, amit mondok, tehát én egy fiatal lánynak érzem magam. Idén is fordulatokban, programokban és szórakozásban bővelkedő év áll a bátaszékiek előtt. Az idei program kínálatról Csötönyi Lászlóval, a Művelődési Ház igazgatójával beszélgettünk.
Szép emlékeink vannak a tavalyi esztendőről, ha csak gondolatban felvillantunk egy átbulizott városnapi koncertet, vagy eszünkbe jut a jó hangulatú borozgatás a bátaszéki bornapokon, de felidézhetjük, mikor minden erőnket beleadva tartottunk a célvonal felé a bátaszéki futóversenyen. Azt gondoljuk, ezek a pillanatok soha nem jönnek már vissza. Ezt már nem lehet túlszárnyalni. Bizony, tévedünk. Már az év elején, januárban voltak értékes programjaink, indítottuk az évet a Deutsche Bühne Ungarn vendégelőadásával, amelyet már jó ideje terveztünk, de most az év elejére tudtunk ezt megvalósítani. Nagy népszerűségnek örvendett ez a program. Persze ugyanúgy folyik a tervezés és a szervezés, de ezek mellett a mindennapokban igyekeztünk olyan tartalmakkal is megtölteni a művelődési ház, a tájház és a város életét, amelyek méltó módon tudják szolgálni az itt élők és az ide érkezőknek az igényeket. Elmondhatom azt, hogy szinte minden óránk betáblázott itt a művelődési házban is, hiszen van most már baba-mama klubunk, tornáznak velünk anyukák, de két aerobik csoportunk is működik a házban, azon kívül pedig a nyugdíjasok is, az általános iskolások és a gimnazisták is lelkesen látogatnak bennünket, sőt, ingyenes számítás technikai tanfolyamokat is indítottunk, 65 éven aluliak és felüliek részére is. Az elmúlt időszakban a programokat a Farsang határozta meg, kiemelkedő volt a Kajsza Kvartett koncertje, a nevettetésről pedig Ihos József gondoskodott, aki Kató néni bőrébe bújva látogatott bátaszékre, és meg is érkeztünk a tavaszba. Nyilvánvalóan az április 11-e, amely most már hagyomány évek óta, hogy versvárossá avatjuk bátaszéket, és szintén az általános iskolások, a gimnazisták, de a felnőttek és a nyugdíjasok, sőt az óvodások bevonásával is egy hatalmas verses dzsamborival készülünk. A generációk versmondásával, de versajándékokat is fogunk osztani, aszfaltversekkel fogjuk elárasztani a várost, úgyhogy vannak ilyen ötleteink. Szinte minden hónapban lesz nagyobb rendezvény. Így van, a majálist is tervezzük, a retro jegyében fog zajlani 2019-ben, de tényleg egy jó kis klasszikus, régi vágású majálissal készülünk. Fellépők is lesznek természetesen, de virslivel, sörrel, kockás terítővel, láncos körhintával, céllövöldével, halacska halászattal, tehát a hangulatában is, és a kinézetében is, a dekorációjában is egy klasszikus retro majálissal készülünk. És persze lesznek olyan tavaszi program, amelyek megmozgatják a városban élőket és a hozzánk érkezőket. Most már sokadik alkalommal kerül megrendezésre májusban a bátaszéki triatlon, amely elég szépen kinőtte magát, és ennek a speciális sportágnak a hódolóit várjuk majd május végén. És persze a májusi gyermeknapon is igyekszünk azért a legkisebbeket és a családokat megkínálni tartalmas és igazán szórakoztató programokkal. A Pünkösdi Rétes Fesztivál ma már elmaradhatatlan, és minden évben egyre több látogatót fogadó rendezvény bátaszéken. A gasztro különlegességekre éhes közönség idén sem fog csalódni. A civilek, a helyi egyesületek is készülnek rétesütéssel, de a bajai rétesházat is szeretnénk újra bevonni, hogy elhozzák ezeket a töltött tésztás finomságokat. És persze programok is lesznek természetesen. A következő ilyen nagy állomás, mint egy a nyár nyitányaként, az pedig a városnapja lesz. A városnapja azért lesz egy kicsit más, vagy több és tartalmasabb, mert hogy ciklus, önkormányzati cikluszárás van, ezért díjakat és elismeréseket is fog átadni dr. Bozsolik Robert polgármester úr. Egyébként az ajánlásokat meg lehet tenni, már a felhívásokat a Cikádor újságban, a magazinban, de a honlapon is megtalálják az érdeklődők. Mint mindig, a városnapjának lesz egy protokolláris, hivatalos része. A komoly zene szerelmesei sem fognak csalódni, csak úgy, mint aki az igényes, könnyű zene iránt rajong. A nyárral kapcsolatban annyit tudnék elmondani, hogy nyilvánvalóan a leginkább a negyedik bátaszéki bornapokra készülünk, hiszen rengeteg teendővel jár az engedélyeztetésektől kezdve a szervezési feladatokon keresztül sok minden vár ránk, ugyanakkor a tavaly is nagyon népszerű utcafesztiválunkat is meg fogjuk rendezni, és három alkalommal várjuk az érdeklődőket júliusban és augusztusban. És persze, ahogy említettem, szeptember első, második, attól függ, hogy számoljuk hétvégén, 6-án, 7-én és 8-án, negyedik bátaszéki bornapok, amelyről szintén elmondható, hogy azért az elmúlt esztendőkben jól kinőtte magát, nagyon népszerűvé vált, és hát olyan követelményeket támaszt elénk a szervezők a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Munkatársai elé,
Hát amelyek jó sok feladattal járnak. De ugyanúgy megtartjuk a hagyományt, hogy az első nap, a pénteki nap az a rockzenéről fog szólni, hiszen Bátaszékről és a bátaszékiekről azért tudva lévő, hogy a rockzene rajongói. A szeptember 7-e az első fele a folklórról szól, és a szüreti felvonulásról, a Géza felvonulásról, a koronázásról. A színpadi műsor szeptember 7-én a negyedik bornapokon 16 órakor veszi kezdetét. Minden esztendőben hívunk vendéget a megyéből és a megyén túlról is. Ebben az esztendőben, 2019-ben a Tamási Pántlika együttesre, Néptánc Egyesületre esett a választás. Ők lesznek a vendégeink. A bornapok utolsó napja pedig minden évben igazi nagy durranás. A tél és az év vége pedig nem múlhat el a bátaszéki karácsonyváró nélkül. Ilyenkor különleges hangulat keríti hatalmába az ideérkezőket, az ünneplőbe öltözött város láttán, amit a szívnek oly kedves karácsonyi koncertek és műsorok sokasága tesz, még meghittebbé és elmélyülté. Használják ki a bátaszék adta számtalan lehetőséget a szórakozásra, kikapcsolódásra. A rendezvények részletes programjairól a város honlapján folyamatosan informálódhatnak. A kolbász, a véres hurka, a székelykáposzta az éhség előzéséről, a mézezett pálinka, forrad bor pedig a jó hangulatról gondoskodott, a lassan 30 éven megrendezésre kerülő hagyományőrző eseményen, a székelydisznóvágáson. Igen nagy jókedvben, serényen folyt a munka azon a disznóvágáson, amit minden évben megtart a bátaszéki székelyek baráti köre lassan 30 éve. Volt, aki Paksról érkezett segédkezni, mint ahogy teszi ezt évek óta. Jól összejön a baráti kör, és hol érezzük magunkat együtt, és ez összehozza a csapatot. Hogy mitől székely? Az, hogy a székely közösség vágja a disznót, és saját célra, tehát nem eladási, nem kereskedelmi célra, és a székely közösséget jól összekovácsolja, illetve a hagyományokat őrizzük. Annyi van, hogy van bőrszéken vágják a disznót, vagy rénfán, tehát vagy forrázzák. A székelyeknél korábban inkább perzselni szokták szalmával. Ezt ugye már egy kicsit átvettek a helyiektől, le van tisztítva, és a megpörkölt a disznó, tehát először ugye forrázzák, pörkölik, utána megy a rénfára, le van áztatva, le van mosva, le van kaparva, és újra fehér lesz a disznó, akkor ketté hasítva, itt van egy fél előttünk éppen, és szedjük szét. Rutinos mozdulatokkal szeletelte fel a disznót Kis Lajos Böllér. Azt mondja, a hús feldolgozásában egy-két apróságon változtatott csak az elmúlt években. Én most így csinálom, tehát összevágom, hogy egy kicsit ilyen szaftos, zsíros is legyen benne, ne csak színhús. Volt, amit átvettem hentesektől. Hát például, hogy ketté hasítottam a disznót, azt másképp csináltuk, mint azelőtt levettem a fejét. És most meg a rénvason, vagy a rénfán szedjük szét mindjárt. Melyik a könnyebb? Hát ez nyilván könnyebb, mert nem kell még egyszer kézbe venni. 150, 200, 300, így körül lehetett az évek hosszú során. A hagyományőrző eseményen sokan gyűltek össze. A vendégek közül is többen kést ragadtak és beálltak a böllér mellé. A zöldség pucolásból is kivették a részüket a disznóvágás résztvevői. Más a fát pakolta az abalével teli üst alá, közben pedig fogyott a forradbor. Nagyon finom a forradbor. És egyébként minden évben részt vesz ezen a székely disznóvágás? Igen, mostanában mindig. Miért? Hát székely gyökereket ápolom. Édesapám bukomeni székely ember volt, és tovább ápolom a hagyományokat. Hát tulajdonképpen ez csak egy alkalom, hogy összejöjjön a közösség, ha jól értem. Hát igen, ez is egy alkalom. Az összetartásra, a közösség összetartására egy székely disznóvágás. De tulajdonképpen itt nem is az evés-síváson van a hangsúly. Hát az is egy hangsúly, de végülis itt az éves találkozások azért egy disznóvágáson egészen mások, mint hogy az utcán összefut az ember. Hát sajnos este már nem leszek itt, de biztos, hogy a káposzta, ami ugye a székelyeknél egy ilyen nemzeti étel, tehát az, amit mindenki vár. Sőt, kolbász, hurka, az minden disznóvágáson van, de hát a káposzta, az székely, tehát a töltött káposzta, az ugye egy székely étel. Majd előkerültek a táskákból a házi készítésű sós finomságok.
A lángost az éppen aznap 70 éves gazda Józsefné készítette. Én mindent szeretek. A társaságot, a készítést, mindent. Boldog vagyok. Boldog. Most főleg máma boldog vagyok, hogy megértem a 70 évet. A disznóvágáson a székely szokásoknak megfelelően készülnek a hagyományos disznótoros étkek. A székelyek így ápolják a sajátos székely magyar szellemi és anyagi kultúrát. Fontosnak tartják az utánpótlás kinevelését is. Reggel, mikor idejöttem hétvárra, akkor már voltak 10, azóta csak jöttek, most meg már még többen vagyunk, mert jöttek az asszonyok, és lassan elkezdünk darálni, és akkor készül a galuska. A székely disznóvágás szervezője, a baráti kör vezetője azt mondja, azért jók ezek az események, mert összefogják a városban és környékén élő székelységet. Bár az elmúlt évtizedekben keveredtek a különböző csoportok, még mindig sok székely ember tudnak így megmozgatni, és segítik a település és környéke kulturális életét is. Ráadásul manapság már kevesen vágnak disznót, így ez az élmény plusz szint kölcsönöz az eseménynek. Ez az én célja az egésznek, hogy együtt legyünk. Most az, hogy székely disznóvágás vagy, ez így nem igaz, hanem az igaz, hogy a székelyek által elkészített disznóvágás, és azért jövünk össze, hogy jól érezzük magunkat. Minden évben kilátogat az eseményre Bozsolik Róbert, bátaszék polgármestere is. A kezdet-kezdeti nem voltam jelen, de a népi legendák szerint ez több mint 30 éves hagyomány már a bátaszék és a bátaszéki székely baráti kör életében, hogy itt tél vége felé, tavasz kezdetén egy húshagyat előtt, egy disznótort közösen megszerveznek, feldolgozzák a malackát, este egy természetesen egy vacsorában zárul. A korábbi forrásokból tudunk csak következtetni, amikor a bukovinai székelyeket bátaszékre telepítették, de több száz székely származású élhet. Bár el kell mondani, hogy az elmúlt 40-50 évben ez már szintisztán nem lehet lebontani, hogy a bátaszékiek erejében felvidéki, sváb, székely vagy magyar vér csörgedez. Ez egy olyan szép kis egyvelegé vált is már az elmúlt évtizedekben. Talán ez is erősíti a települést ilyen szempontból, hogy sok nemzetiségük vagyunk, kicsit mindenben máshogy gondolkodunk, viszont ez viszi a települést előre. Mi az, amit mindenképp meg fog ma itt kóstolni? Hát nekem sok kedvencem van, de ugye a székelyek legjobb étele a káposzta, ami csomborral készül, azt sosem hagynám ki. A bukovinai székelyek országos szövetsége 1989-ben alakult, melynek alapító tagja volt a bátaszéki székelyek baráti köre is. Azóta működnek szervezeti formában. A kör a székely kórussal képviselteti magát a városi szövetségi rendezvényeken. Rendszeres résztvevője a bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztiválnak is. A kórus jövőre ünnepli 50. évfordulóját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!